ősszel tartotta a Hagyományos Népművészet című rendezvényét a Veszprém megyei Népművészeti Egyesület Sümegen, a Püspöki Palotában. Az eseményen nem csak az alkotók, de a népművészethez közel álló szakemberek és a városvezetői is megjelentek. A Veszprém megyei Népművészeti Egyesület, mint megyei egyesület tulajdonképpen feladatának tekinti, hogy a megye nagy tájegységein jelenjen meg és segítse az ott élő alkotókat. A helyszínen Farkas Balázsné Petrikovszki Marianna, az egyesület elnöke elmondta, hogy a palotában szervezett 24 tagjának alkotását hozták el, és célkitűzésük, hogy az alkotók munkáit minél több helyre juttassák el. Az egyesületünk többféle dolgot szeretne nyújtani az alkotóknak. Hát először is a szakmai továbbképzésüket, mert azért az nagyon fontos. Fontos az, hogy megismerjék őket, ezért kiállítási lehetőségeket biztosítunk úgy közös csoportos kiállítás alkalmával is, és egyénileg is bemutatkozhatnak. Vég László, Sümegváros polgármester a megnyitón köszönetét fejezte ki az egyesületnek, hogy ezt a színvonalas kiállítást a Püspöki Palotában rendezték meg, és reméli, a város és a Veszprém megyei Népművészeti Egyesület a jövőben is fog együtt dolgozni. Elnök asszony, amit beszélgettünk már egy negyed órával ezelőtt a további terveinkről, amelyek hál' Isten összecsengenek, és én nagyon remélem, hogy még sokszor találkozhatunk akár ebben a körben is, akár másokkal is, itt a palotában, vagy más helyszínen Sümegen. Én nagyon szeretném, hogyha Sümegen nagyon sok rendezvény lenne, mindenféle rendezvény, de ilyen rendezvény is, ahol a népművészet a főszereplő. Vég László hozzátette, kifejezetten örül annak, hogy ezen a rendezvényen a térség alkotói is kiállítanak, hiszen figyelemre méltó szakmai múlttal rendelkeznek. És az nagyon nagy lehetőség, hogyha ilyen iparművészek, művészek élnek Sümegen, illetve közvetlen közelében, mint például Apáti Zoltán, aki tényleg gyerekkorom óta nagyon jól ismerek, de Bardon Rékát és a férjét is elég régóta ismerem, és nagyon tisztelem a munkásságukat. Ez nagyon nagy öröm, és jobban ki is kellett volna eddig is használni, én úgy érzem, a bennük rejlő lehetőséget. Ez az esemény többek között azt a célt is szolgálta, hogy azok a kézművesek is be tudjanak mutatkozni, akiknek menedzselésre vagy a kiállítások megszervezésére már nem marad idejük. Hát az alkotók tulajdonképpen dolgoznak, megtalálják a maguk lehetőségeit, akik egy bizonyos körben ismertek, ők meg is találják meghívják őket, viszont szükség van az igazi érték, a hagyományos értékek bemutatására, a díjazott alkotások bemutatására is, és nem biztos, hogy mindenki jól olyan mértékben tudja magát menedzselni, így az egyesület egyfajta menedzselési marketing szerepet is tölt be. Hát én úgy gondolom, jó, hogyha az ember tartozik valahova, jó, hogyha van egy hasonló gondolkodású, mentalitású közösségbe tartozik, és együtt be tud mutatkozni. Maga sok esetben nem is az anyagiak miatt, hanem az együttlét, a közös gondolkodás, a közös beszélgetések miatt megy az ember egy-egy ilyen vásárra vagy bemutatóra. Egyedül megmutatkozni úgy gondolom, hogy kevés lenne egy ember köré építeni egy rendezvényt. Főleg az enyém meg annyira picike, apró, hogy egy teret nem tudok vele betölteni. Tehát mindenképpen nekem szükségem van, úgy érzem, az egyesületre. Most már én is több mint 20 éve azt mondhatom, hogy tagja vagyok. És csoportban mindig jobb bemutatkozni. Úgy gondolom, hogy segítjük a másikat magával a jelenléttel, és természetesen az alkotásokkal is egy szebb képet tudunk mutatni. Azt mondom, hogy most már hál' Istennek szerencsére egyre többen kezdik felfedezni, és egyre többeknek, akár szervezeteknek, vagy akár így a magánszférában is így igényt tartanak erre, hogy ilyeneket lássanak és rendezzenek. Mivel a népművészet gyakran készítenek olyan eszközöket, melyek a régmúlt világát idézik, így az alkotóktól azt kérdeztük, hogy a termékeiket mennyire a mindennapi használatra vagy dísznek szánják. Alapvetően is elsősorban használati tárgyak, de nagyon fontos, hogy szép legyen és esztétikus egy tárgy, de mindegyik tárgyat használatra készítem, nincs dísztárgy. Noha van itt ez a kis jelenet a csúhé babákkal, de az is igazából egy
játék is lehet, a gyermekek, amikor ott vannak, vagy kiállításra visszük, mindig szétszedik, mindig újra rendezik ezeket a babákat is, de be is mutatnak egy-egy világot, egy-egy életképet a hagyományos szokásokból. Szia! Várjál, kezdjük ott! Nem ütjük az üllőt! Szerencsére nagyon sok munkám van, ami a napjainkban is szükségesek és fontosak. Ezt tudnám akár mondani, hogy a falubeliek is elhozzák hozzám a kis szelszámaikat, akár legyen a szó egy megfáradt fejszerről vagy egy vésőnek a megorvoslásáról, vagy akár beszéljünk egy műemlékvédelmi munkáról, például a Sümeghy vár felújításához meg volt hagyva, hogy hitelesen műemlékvédelmileg is akkor az eredeti konyhai eszközöket, szelszámokat legyártani, vagy akár legyen egy mai naphoz köthető hétköznapi emberek számára is ilyen funkcionális vasak. Vagy akár például legyen egy sportpályának a kovácsoltvas padjai, asztalai, világításai, vagy egy étteremnek is a hozzátartozó berendezései. Szóval a kovácsok ma is itt élnek és működnek. Ez egy rendkívül jófajta szerszám, ezzel egészen érdekes, tehát ezeket a hamorított motivumokat lehet kivenni, hogyha kell. Hát itt ugye a kiállításon többféle tárgyat lehet látni, a falon lévő botok közül ugye csoportok vannak, tehát ha szemből nézzük, akkor a jobboldali vagy baloldali három az a juhászkampók kategóriája, kifejezetten ott van míves, tehát ami parádés kampó, amit kifejezetten misére vagy búcsúba, vásárba vittek magukkal. Van munkakampó, illetve van egy köztes állapot, amelyik inkább a séta vagy a járást segítő kampók családjába tartozik. Középen van három, amelyiken kígyót lehet látni, azok minden esetben misejáró botok, illetve többi az pedig kampós bot, amelyen kifejezetten járást segíti, tehát funkcionálisan mindegyik használható. Azt, hogy a díszítettsége miatt nem használták egyébként munkára azt a kampót, amelyik nagyon díszes, az nyilvánvaló. De lehetne, tehát funkcionálisan rendben van mindegyik. Mindig azok mellé képzeljük a mesterséget, ahol maga az alapanyag található volt. Tehát itt is ugye Sümegen, ugye az agyagos szakma volt a főleg elterjedt, ezt pedig a hordobágyon, tehát a lovas népek mellett a csikósok és a férfi emberek voltak elsősorban azok, akik foglalkoztak a lószőr fonással, az ékszerkészítéssel. Akkor ez nem is női munka? Alapvetően régen nem az volt, inkább a férfiaknak a mestersége. Elsősorban a hölgyeknek szánták, de készítettek saját részre például óraláncot, vagy pedig a pipaszárat ezzel fonták körbe díszítésként. Értékelni tudja, az eddig is megtalálta és megkereste a forrást, ahol be tudja szerezni. Én úgy gondolom, hogy ez örök érvény. Talán a vevőknek a rétege az, ami szűkül. Tehát azok, akik értéknek tartják, azok megkeresik. Csak egyre kevesebb az az ember, aki megteheti. Meglévő készletem nincs. Én azt szoktam mondani, hogyha bejön valaki a műhelybe, hogy nem az van, hogy válasszon valamit, hanem mit szeretne, és én azt elkészítem. El tudják mondani? Többnyire igen. Vagy rajzolgatunk, vázlatot készítünk, és akkor közösen összehozunk valamit. Egy másik kérdés, ami a népművészekkel szemben felmerült, hogy mennyire engedhetik el a fantáziájukat, és mennyire kötik őket a hagyományok az alkotás során? Nagyon. Hát ugye attól függ az ember, mit szeretne, hogyha megrendelésre készít valamit, akkor is ugye vannak behatárolt dolgok, amit a megrendelő kér, de én úgy gondolom, hogy az embernek el kell, hogy engedje a fantáziáját, amikor egy alkotást készít, akkor
akkor lesz igazi a termék. Én alapvetően ebből élek, úgyhogy igen, sokan kérik, nagyon sokan szeretnék, hogyha az ő gyermekeik is ezt használhassák, vagy ők maguk is, ugye én is ezeket a székeket akár krumpli pucolásra használom, nagyon kényelmes, pont ez a 25-30 centi távolság a földtől ideális bármilyen konyhai munkára. Azt hiszem, én már mondhatom azt, hogy akik hozzáfordulnak, hogy a munkámat szeretnék, akkor meleve a Csík Tamáshoz fordulnak, hogy neki már van egy kialakult munkája, és rám bízzák. Mindenképpen megbeszéljük az elképzeléseket, rajzolgatunk, elmondják, hogy hova szeretnék. Én is visszakérdezek, hogy például, hogyha lakásról van szó, modern a lakás, milyen stílusú a házuk, és akkor így összeigazítjuk az elképzelésünket, többit általában rám bízzák. Nekünk az a nagy szerencsénk, hogy a Szentgáli Méves Faragásnál ismert egy nagyon nagy számú motivum csoport, ez körülbelül 690-700 mintát jelent, ami azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb emberi tulajdonságokat, de szinte lélektani szintig eljutva meg lehet faragni egy családfát, és ilyen szempontból csak a motivum csoportok azok, amik kötöttek valamilyen szinten. Tehát, hogy mit tudom, a hegyes szirmúvirág az minden esetben férfit jelent, a gömbölyi szirmúvirág az minden esetben nőt jelent, és akkor ezzel a két alaptétellel, ami rendkívül fontos, a szirmok számával, hogy bimbós, nem bimbós, van-e kehely, vagy csészelevél a virág alatt, vagy van-e még tüske mellé faragva, vagy ilyen levél, olyan levél, ezzel különböző típusú személyiségeket lehet megjeleníteni. Tehát, hogyha mit tudom én, nagy tekintélyű, de testi fogyatékos, ezt például meg lehet faragni könnyedén. Tehát egy olyan nyelvezetet tudunk megtanulni ezen a területen belül, ami lehetőséget ad arra, hogy azt tudjuk folytatni, amit 150-200 évvel ezelőtt a pásztorok faragtak. Attól függ, hova szánom magát az ékszert, hogyha egy hagyományos kiállításra szeretnék készíteni, akkor mindenképpen a régi hagyományos motivumokat keresi elő az ember, viszont a legtöbb helyen most már igyekeznek kifelé nyitni, úgymond a fiatalok felé, és akkor is a hagyományokból merítve, de már egy új stílusban készítem az ékszereket. Délután a program előadásokkal folytatódott, ahol többek között Vég László a sümegi lehetőségekről tájékoztatta a megjelenteket, dr. Horváth Zsolt, a Pannon térség fejlődésért alapítvány kuratóriumi elnöke a helyi értékekről számolt be a hallgatóságnak. De szó esett a közösségépítésről és az alkotóházak nyitott műhelyek szerepéről is. Így elmondható, hogy a sümegi eseményen mind szellemi, mind tárgyi értékekben színvonalas programot nyújtott a Veszprém megyei Népművészeti Egyesület a megjelenteknek. Leveli be van, elevelibe írva van.